Az 1200 lelket számláló hidas németi számára kiemelkedő eredmény, hogy a település futballcsapata megnyerte a megyei első osztályú bajnokságot, mondta becse Csaba polgármester annak a közönség találkozónak a keretében, amelyet összekötve a Sárospataki Torna klub csapatával vívott, a házigazda szemszögéből küzdelemnek kevésbé nevezhető mérkőzés keretében szerveztek. Elsősorban híres németére a labdarúgás, és emellett a szakszakosztály működik még ezek a jellemzőek, de volt birkozó szakosztályunk is. A legnagyobb sikereket természetesen most értük el az idén, hiszen megyei első osztályú bajnokok soha nem voltunk még, és jogot szereztünk így az MB3-ba való osztályozó lejátszására is, amely jövő héten és azután való hétvégén lesz megtartva. Várhatóan az ősz az még nehéz volt, ötödik helyen zártunk, de tavasszal minden mérkőzést megnyertünk és sikerült nagyon komoly vetétásokat megelőznünk és az első helyen végeznünk. A legutóbbi mérkőzés alkalmával is csak záporoztak a gólok a hálóba, bár elég egyoldalúra oldalúra sikeredett, hiszen a házigazdák újabb és újabb gollal örvendeztették meg a szurkolókat. Igazából az a lényeg, hogy minél több nézőt vonzon, hiszen ez egy szórakozási lehetőség, és nem csak a játékosokról szól, hanem azt gondolom arról a 150 nézőről, akik rendszeresen kilátogatnak ide a nemeti meccsekre és amellett, hogy az utánpótlás jó példának tekintse a felnőtteket, és egyre több gyerkőc, illetve fiatal labdarúgónk legyen. Nagyon nagy eredménynek tartom, hogy bajnok csapatot ünnepelhetünk itt Idas hiszen a megyei első osztály bajnoki címét megnyerte. Ezzel egy óriási lépést tett a felé a csapat, hogy az osztályozó után esetleg az MB3-ban folytathatja tovább a munkát. Óriási eredménynek tartom ezt, hiszen egy kis településről van szó, és mutatja azt, hogy van értelme és értéke annak, hogy az összefogással támogassuk ezt a csapatot, hiszen bajnokcsapat csapat lett, és lehetőség van arra, hogy tovább lépjen. A hides-németi csapata végül 6-1-re nyert a patakiakkal szemben.